Adás az úgy készült, hogy készítsünk óvodásoknak is egy árnyjátékot, de leginkább a gondolat született meg először. Hogy mi az a történet, vagy mi az a gondolat, amit szeretnénk átadni, és ez segítettem meg igazából a zene, mert szöveg nagyon nincsen az előadásban. Ez egy kislányról szól, aki tulajdonképpen megismeri a világot, mielőtt leszületne ide a földre. Mire nézek, az vagyok. A csillagok. Megismeri a napot, az eget, a holdat, a csillagokat, a tengermélyét, a füveket, a fákat, majd megszülethet mindent vele a tudással, amit kapott. És ehhez írt az Áron zenét, különböző verseket választottunk, már kész megírt verseket, Vörös Sándor verseket például, és Áron pedig már több előadásunk zeneszerzője volt, úgyhogy neki nem jelentett problémát, hogy egy olyan előadáshoz írjon zenét, ahol tulajdonképpen nincsen történet, de mégis csak a végére kikerekedik ez a gondolat. Köszönöm. Nem éred elmondott mindent. Igen. Hát a korosztály... Azt vettem alapul leginkább, hogy amikor elkezdtem tanítani, hogy 3 éves kortól én úgy gondolom, hogy 3 éves gyerekeknek annyira éles hangokat, meg konkrét dolgokat nem lehet nagyon megmutatni. Ez az meg lehet, kérdés, hogy mennyire tudják feldolgozni. Tehát meg lehet rigatni az első 5 percben is a gyerekeket. De nem ez volt a cél, és akkor így lett kiválasztva a hangszerek is, hogy minél puhábbak legyenek és építkezzenek, tehát semmilyen hirtelen átváltás nincsen a zenében gyakorlatilag. És ha megvannak az adott hangszerek, megvannak, már a verseket meg ezekre kell megzenésíteni. Tehát, hogy ezekre zenésítettem meg. Úgyhogy hát így sikerült. Kicsit altató a dolog, szerintem ez folyamatosan változik. Az, hogy mindig van valami újabb kis hangszer, amit belecsempészek, hogy nézzem, hogy... Tehát ugye ez egy állandó folyamat, ami az előadások játszásával és a közönségnek a reakcióival folyamatosan változik. Hogy majd mi lesz éppen a utolsó verzió, az egy nagyon jó kérdés, de egyelőre még tesztelgetés alatt van ez a dolog. Tulajdonképpen egy 110-es lefolyócső, amire felragasztottuk a fáinkat, és ha a néző felé tekerjük, akkor a néző is megy az erdőben, ha meg a másik irányba, akkor tulajdonképpen kihátrál az erdőből. Illetve az előadásban megmutattuk azt, hogy mind egy felső világban, egy
egy felső világban meg lehet ezt mutatni, és ugyanúgy az alvilágban, vagy egy alsó birodalomban, és ugyanúgy nőnek a fák. De ez a Rigót nem zavarja. És ugye a két világ egyszerre létezik. A nappal az éjszakát követ. Mint a Makovec fája a szevillai világkiállítása. És nagyon nehéz szállítani. Tehát itt látszódnak a felhők. És tulajdonképpen azt lehet vele kipróbálni, hogy avval, hogy egy helyben tartod a főhősödet, és csak a fóliát mozgatod, tud-e ugrálni felhőről felhőre ez a hős. Hát igen, sok játék van a fókusztávolságokkal és a fényforrás számosságával. Nagyon sokat lehet. És akkor ez pedig úgy működik, hogy a fényforrás elé tartjuk, és egy ilyen kitakarásos modell. Amennyire látszódik. És tulajdonképpen egy helyben tartjuk a... Egy helyben köszönjük tartom, szépen. Nagyon köszi. Egy helyben tartom a bábot, és a felhők úgy mozognak, hogy ő felhőről felhőre ugrik. Csak ugrik egyet, és a felhő alá ér. Ugrik egyet. Mozog. És a felhő van nagyon fönt, vagyis nem másik érkezik. Irányba. Tehát, hogy nagyon számít, hogy ilyen irányba fogom, olyan irányba fogom, így engedem le a lámpát, és úgy tartom le a fényt. Ez a kísérlet. Hát és teljes illúziót lehet létrehozni. Vagy zuhanó, tehát a sebesség, hogy mi fogom. És akkor ezt kísérleteztük ki, hogy egyszer csak egy ilyen felhőben ki lehet lépni innen ebből a történetből. Mindent meghagytunk, ha lehet, világos színűre, mert itt hátul elég sötét van. És hogy akkor legalább megtaláljuk a bábjainkat. Tehát például ez is fontos, hogy nem folyunk le mindent feketére, mert nehezebb a sötétben sötétet találni. Lehet nagyon zavaró, hogyha fehér a báb, és annak van egy reflex fénye, és mondjuk, hogyha nagy felületű a báb, akkor megvilágít engem is, ugye? Szerintem azért fekete, mert fekete fotókartonnal tudunk dolgozni. Tehát ez az, amit úgy lehet vágni, úgy lehet lyukasztani, hogy ez működik. És amit meg tulajdonképpen megtaláltunk ehhez a technikához, ez a nagyon-nagyon vékony, nyomtatható műanyag lap, vagy műanyag lemez. Nagyon jól vágható ez is, de először minden bábot fotókartonra készítünk el. És a kislány az így is maradt, mert annyira aprólékos, hogy még nincs olyan kezünk, hogy ki tudjuk vágni. Az az érdekes, és hát most abba az irányba szeretnénk elmenni, mint ahogy a pillangóban is megjelent a szín, hogy tudunk-e fóliával hogyan fogunk tudni dolgozni. Csak a fólia bizonyos bábtechnikai dolgot átenged. Tehát nyilván a forgóit, mondjuk ugye a kislány több részéből van összetéve, vannak ilyen zsanérok benne, hogy például az egy átlátszó fóliánál vagy lemeznél az már látszik, hogy az milyen zavaró vagy nem zavaró, festhető vagy nem festhető, akkor már a Büki Béla is kísérletezett avval, amit a lepkében megcsináltunk, hogy egy fóliát, színes fóliával vettük be a kivágott részeket, és akkor színes betűlet. Ő sejem papírból csinálta. Igen, ő sejem papírral. De az akkori sejem papír, az még átlátszódott, én már nem. Már reprodukálni akartuk, de már úgy nem. Hát tulajdonképpen ezek a fóliák, amik most akár a tengernél voltak, ezek a reflektorokba, lámpákba használatos fóliák, ezek bírják annyira a hőt, meg a gyűrődést.
azon kísérletezünk még, hogy, hogy akarrel-e sem, tehát hogy festeni neki egy, egy színt, mert azért az elég korlátozott, hogy milyen színeket érhetünk el a boltban, de most üvegfestékkel kezdünk el majd kísérletezni a színekkel.